Ezt a két szót kicseréljük. Miért? Majd holnap, Zolinak hatra el kell menni. Vegyük át még egyszer. 1, 2, 3, 4, 1. Petőfi, Top 50 magyar album. A legnagyobb hatású magyar albumok az elmúlt évtizedektől napjainkig. Kedvünk szerint. Talán azt hiszem, hogy a 69-es év volt a legrégebbi, amiből mi lemezt választottunk. Ez a lemez jelent így mindent az én zenei szocializációmba. Ez az első igazi komplett stúdió lemezük. Vasárnaptól péntekig a Petőfi Rádióban. Kis leány, de nem vagy kis leány. Az utolsó öt albumról fogunk ma beszélgetni, Ligeti Gyurival, a VR Rockstarsból és Nagy István Steve állandó zenei szakértőnkkel. Úgyhogy kezdjük is rögtön egy 69-es lemezzel. Talán azt hiszem, hogy a 69-es év volt a legrégebbi, amiből mi lemezt választottunk. Volt az Omegái, most pedig az Illés, Illések és Pofonok című korongja az, amiről beszélgetni fogunk. Én nekem körülbelül ez a lemez jelent így mindent az én zenei szocializációmba. Ez meg a koncert, ahogy azt már a múltkor egyszer elmondtam. Szerintem mindenképpen ez a legnagyobb durranás a mai magyar felhozatalba is, tehát én nekem ez abszolút minden fölött áll. Ez az, amikor még nem voltunk lemaradva. Tehát, hogy ez 69-es, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 68, 7, bocsánat. Tehát akkor egy két év már ott is volt. Jó, oké, tehát, na, de akkor még csak két év volt. Tehát, hogy olyan kis különbséggel voltunk lemaradva a külföldtől, és hogy hangzásában egy az egybe hozza, megoldásaiban egy az egyben hozza. Amiben esetleg még le voltunk itt maradva a nyugathoz képest, az maga az albumformátum, tehát az Illés 1965 környékén már egy országosan ismert zenekar volt, viszont 69-ig nem jelenhetett meg nagy lemezük, mert nem alakult ki még igazán ez az album kultúra, úgymond a magyar könnyűzenében, másrészt nem is volt könnyű még nekik sem lemezszerződéshez jutni. Ez az első igazi komplett stúdió lemezük. Hát a Keresem a szót az mindenképpen az egyik kedvenc, a mai napig, és azért ilyen kicsit ilyen fura volt, hogy itt olvasnom kellett, de vannak itt olyan számok, amikkel egyébként annyira nem értek egyet, tehát a Kugli meg a Sárika. Elmegy a Kugli egy este berúgni, mert ő az a kuk, aki nincs fából. Fej, aki dolgozik, az meg is szomjazik, Kugli fejében ez így van jó. Gyerekkoromban én milliószor hallottam, hogy ilyen kezdő gitárosok énekelték, ami azért szerintem mindenképpen annak a jele, hogy ez óriási sláger, hogy még 20 év után is hatott, tehát ez kőkemény. Aztán az Ígérd meg a Nem akarok állni. Én nekem ez a három a kedvenc, vagy ez a négy a kedvencem igazából. És hát, de azt se szabad elfelejteni, ami én nekem megint nem a szívem csücske, de hát az Újra itt van, az kb. Egy foci himnusz lehetne most, meg az is volt ugye régebben is. Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat. Ebben a lemezben az az érdekes, hogy vannak például, így mondtad, hogy a Sgt. Pepperhez hasonlóan ilyen sokszínűség és ilyen nagyon szokatlan, váratlan zenei megoldások, viszont mondjuk belefér egy olyan szám, mint az Ókislány, ami meg egy ilyen táncdal. Kislány, de nem vagy kislány, gondolom, hogy tudod már mi. Tehát akkor ez egy színes lemez. Egyértelmű. Nagyon. Nekem még kicsit idézi a Rolling Stones-nak az ilyen szintén pszichedelikusabb kalandozásait, de hát ugye arra is a Beatles hatott, szóval ugyanott járunk. Hát ez a With the Beatles-nek a borítója egy kicsit. Meg a Hard Day's Night. Meg a Hard Day's Night, igen. Igen, és Bródi Jánost érdemes megnézni a borítón, szerintem. Egy az egyben. Mert szerintem kicsit ilyen
előgót, vagy nem tudom, tehát a Manic Street Preachers 20 évvel ezelőtt, tehát 94-ben így nézett ki. Igen. Arra határozottan emlékszem, hogy a Brodynak eleinte mindig gombafeje volt, mert a többieknek már így hosszú haj, vagy legalábbis már úgy emlékszem rá. Mondjuk az egyetlen egy kivétel az talán az a felvétel, amit már gondolom mindenki 100 milliószor látott, a 66-os Ki mit tud. Még fáj, csak még fáj, csak még fáj, Ha beleférjél, még egy dalt kiemelnék, ez a Reklámúr, ami szerintem ilyen többféleképp értelmezhető, tehát egyrészt érdekes, hogy már 45 évvel ezelőtt is így a reklámokat kritizálta, például egy zenekar, már akkor is voltak emberek, akiknek ebből elegük volt, pedig ha tudták volna, hogy mi jön itt több évtizeddel később. Ezen gond és elvöntetlen kérdés, de várd a választ, a reklámé. Volt a nagy visszatérő búcsúkoncert 1990-ben, akkor, ha jól emlékszem, az volt a nyitódal, és ugye pont a rendszerváltáskor köztársaság kikiáltása után voltunk. Én hozzátenném a zenekar összes érdeme mellett, hogy ez a búcsúkoncert, tehát ezt így ők indították el Magyarországon. Igen, de most már ezt pont ma gondolkoztam, amikor láttam az egyik óriás plakátot, hogy most már odáig mentünk, hogy most már nem mondják búcsúkoncert, most már érzik, hogy ez ciki, most már inkább csak valami... Illés ünnep, vagy... Igen, most valami már valami ilyesmi. Más néven van. Vasárnaptól péntekig a Petőfi Rádióban.